Sziasztok srácok, én Exos vagyok, és ebben a videóban a Fortnite új update-eiről fogunk beszélni egy kicsit, ami a V3.4-es update-ba fog bekövetkezni, ami előre még a mai nap fog bekerülni magába a játékba, legalábbis mindenhol azt írják le. Igazából amire nagy hangsúly került, hogy ez a fegyver automata, ami valóban bekerül a játékba, és már nyilvános az, hogy mi mennyibe fog kerülni. Ugye a fehér common itemek 100 alapanyagba fognak kerülni, a zöld itemek, ugye az uncommon itemek fognak 200 alapanyagba kerülni, illetve a kék itemek fognak 300-ba, a lila itemek 400-ba, és az arany itemek 500 alapanyagba fognak kerülni, és az automaták 3 különböző tárgyat fognak árulni, amivel tudunk fizetni ugye az összes alapanyaggal, ami nálunk van. Az a lényeg, hogy megfelelő mennyiségben legyen, és úgy kell elméletileg vásárolnunk, hogy a szerkezetbe, ugye ebbe az automatába beleütünk egyet. Ha szeretnénk további tárgyat vásárolni az automatából, tegyük fel egy common itemet, ami fehér ugye, illetve ezáltal az jön le, hogy ez 100 fába vagy 100 kőbe kerül, akkor akárhányszor meg tudjuk ezt vásárolni, amennyi alapanyag van nálunk. Szóval nem csak egy itemet lehet venni az automatából, hanem tudunk vásárolni többet is belőle. Amit még itt a képeken láthattok, az nem más, mint hogy javítottak a fegyvereknek a első lövés által leadott pontosságukon. Ugye ti is tapasztaltátok már, gondolom azt, hogy a fegyveretekkel lőttök konkrétan, és futás közben az emberek nem kapják a golyót. Nos, hát szerintem is vannak a hitboxzal egy kis problémák, de ahogy elnézzük, ezeket folyamatosan javítják, és itt azoknak a listáját láthatjátok, amiknek javítottak a lövési értékein, és azt is láthatjátok, hogy milyen dolgokat javítottak, leírják százalék pontosan, meg méterbe pontosan, szóval teljesen reálisak szerintem ezek az értékek, remélem érezni is fogjuk azt, hogy mi mennyivel változott is. Illetve a játékunkba be fog kerülni egy új játékmód, ami a High Exclusive V2, ami azt akarja, hogy csak robbanóanyagok állnak a rendelkezésünkre. Magyarán szólva nem találhatunk fegyvereket, csak rakétát, C4-et és ugye egyéb robbanóanyagokat. Ugye szokásosan itt leírják ugyanúgy, hogy nincs friendly fire, magyarul nem tud sebezni a csapattársaidat. Gyorsabban jön az első 4 kör, ugye 20-30-30-30 másodperc. 100%-kal több építőanyag az airdroppokban ugye, és itt leír különféle százalékokat, hogy mint például, hogy 50% esély lesz arra, hogy az airdroppokban legendári gilded missile-t kapjunk, 50%-kal több alapanyagot, illetve 50%-kal több lőszert is, és ami nagyon nagy előny, hogy az impulsz gránátot már a földön is megtaláljuk ebbe a játékmódba, és csapdákból viszont kevesebbet fogunk találni, ez is meg lett ugye felezve, de minden értéket láthattok ezen a képen.